Jó csajok! Jó reggelt! Eljött a nagy nap, ma lesz az első tréningem. Fél kilenc van, van egy fél óra addig, hogy átvegyem a tréninget, még így átnézegessem. Mert amúgy meg tegnap, mondom este, mikor már lefeküdtek a gyerekek, a nagy gyerekem meg a kis gyerekem, mikor lefeküdtek, mondom, átveszem, és képzeld, hogy olyan fáradt voltam, hogy elaludtam közben, úgyhogy nem tudtam, egy pár dia még hátra van, amit még nem vettem át, nem gyakoroltam át, úgyhogy aznak most jön az ideje. Krisztiánt elvittem az óviba, utána voltam az ismerősömnél a Foreverért, itt van a folyékony szappan, hát ez Isten untig elég lesz nekünk, mert ugye én ezt higítom, mert ez tényleg olyan sűrű. De várjátok, meg is próbálom megmutatni nektek. Látjátok, ide teszem így a lépcsőhöz. Látjátok? Nem tudom, hogy... Tehát ez tényleg olyan sűrű. És ezt abba a habosítóba szoktam tenni. Abba a folyékony szappan habosítóba. Meg itt van, három kicset vettem. Valamelyiket már ki is bontottam. Lehet, hogy nem ez az. Nem, egy gyerekzáros amúgy, ki se tudom. Nem ezt bontottam ki. Már az egyiket kibontottam, bekaptam belőle egyet. Nagyon szeretem én is egyébként ezt a kicvitamin. Meg ahogy a múltkor mondtam, hogy tehát Krisztián akkor nem volt beteg, amikor a kicset ette, szedte. Akkor nem volt beteg, de tényleg évekig. Hol ez a haj? Már most egyre több baba hajam van. Nem tudom letekerni a kupakját. Hogy mondjátok már meg? Gyerekzáros, tudom. Nem tudom letekerni a kupakját. Na mindegy, hagyom, mert csak fejlegesítem vele magam. Fél kézzel nem megy. A lényeg az, hogy... De kibontom azért is, látom. Na, itt van. Itt vannak a kis tabletták benne, és akkor ez zöldségek és gyümölcsök porított változata. Összetevőkben úgy kezdődik, hogy kalcium, magnézium, E-vitamin, C. Úgyhogy íze van, mi? Lehet, hogy csak minden hitelre tartom, hogy kékszőlő. Kékszőlő íze van, a kékszőlőt egyébként utálom, meg nem enném. Se a kékszőlő levet, se tehát ilyen gyümölcsöt magában nem enném meg. Ennek viszont kékszőlő íze van, és nagyon szeretem. Mondjuk más ízzel is keveredik, mert egy kicsit citromos, és egy kicsit olyan savankás is. De mindegy. Letettem a gyereket, elmentem a Foreverért, jöttem hazafele, és tombolt a zene az autóban. Retro zenét hallgattam most. Ilyen Soltész Rezső, Szóljon hangosan az ének, meg Táncolj még, meg... ez van egy ilyen Juventus mix, és most ez 1000 éves CD nekem, 1000 éves. Tehát tényleg, tehát sem már 20 éves, vagy nem tudom, de kb. Nem tudom. És... azon vannak ilyen retrói összevágva, tudjátok, ilyen megcsinálom, ilyen mixelve, és hát full, nem full hangerőn, de jó hangosan hallgattam a kocsiba, és slibba bőrös voltam végig, és egy kicsit muszáj volt, hogy felpörgessem magam, és átessek ezen az aggódós lelkiállapotom, úgyhogy most megyek, mert kihozom ide a tabletet, kihozom a jegyzeteimet, bekészítem magamnak itt a kamerát, meg a mindent, meg na, tudjátok. Úgyhogy előkészülök, és akkor elkezdem még olvasgatni itt az utolsó pillanatban, hogy biztosan nehogy valami lemaradjon, vagy ne tudjam jól, vagy nem tudom. Júj! Hello, sziasztok! Na. Bemegyek az Osamba, mert
beárazás van a takkóba, és csak ezen a héten van, ha minden igaz, úgy írta a hírlevél, és nem tudom kihagyni, hogy ne menjek be megnézni, meg ráadásul úgy is mennem kell arra, mert vinnem kell ki egy rendelést, meg katalógust, úgyhogy már akkor csak megnézem, hogyha ott vagyok. Jó, aztán, na képzeljétek el, megvolt az első tréningem. Hát csajok, amennyire én izgultam, hát ez nem igaz, nem igaz. Úristen, ki ez a lány? kész vagyok. Képzeljétek el, remegett kezem, lábam remegett ettől az egésztől, hogy majd most úristen, mi lesz, hogy lesz, jaj. Jó, elindítottam, prezentációt betettem, minden oké. Egyedül egy pici probléma volt, hogy nem volt hangom. Tehát én hallottam mindenkit, engem meg senki, úgyhogy így kezdett füstölni a fülem az idegtől, és akkor ott tudjátok, állítgatok, nyomkodom, hang, mi ez már, mikrofon, tehát mikrofon beállítása, igen, ott van, a gépnek a mikrofonja engedélyezve van, és nem, értitek? Nem hallottak a lányok, bejelentkeztem, nem hallottok már? Csak a fejüket csóválták, hát mondtam, nem igaz? Úgyhogy, és ez az új laptopom volt, Na és akkor, hát ott ültem, és azon tűnődtem, hogy most akkor, hát nyilván nem csak ültem, hanem közben kattingattam, mint az állat össze-vissza, és azon tűnődtem, hogy most ezt így, hogy fogom megoldani. Ezt így. És hát bevillant az isteni szikra, hogy hát van nekem egy régi laptopom is, aminek kipróbáltam, és azon működött a múltkor. Úgyhogy bementem gyorsan, mondtam a csajoknak, időt kérek, bementem a szobába, kihoztam a régi laptopomat, és azon bejelentkeztem, elindítottam, és azon ment. Csak hát ugye az ki volt kapcsolva, tehát azon semmi, a prezentáció se volt megnyitva, meg egyébként semmi se. És ezzel elment egy olyan, hát 10-12 perc kb., hogy ezt beállítottam, meg egyáltalán sikerült, úgyhogy hallottak engem a lányok. Na jó. Utána ugye ment sorba az anyag, meg beszélgettünk, meg egyebek, és akkor ez milyen gép volt? Nem tudom. És akkor az a lényeg, hogy mivel ez nem előfizetéses ez a program, hanem ez csak ilyen ingyenes verzió, egy óra után kidob. És mivel, hogy csúsztam, eljött az egy óra, paf, vége volt a prezentáció. Én a csülök, mondom, na ne szívass, nem igaz, úgyhogy egy gyors linket összehoztam, újból, tehát csináltam egy újabb értekezletet, a linket gyorsan dobáltam kifele messengerbe a csajoknak, akik ott voltak a tréningen, úgyhogy úgy vissza-vissza tudtak lépni, és akkor még a végét, még ezt a pár szlájdot még elmondtam nekik. Hát, úgyhogy... igen. Tehát azért egy kicsit megszivatott a dolog, de azért sikeresen teljesítettem, hála jó Istennek, úgy. Jó? Majd az esti talán már könnyebb lesz, vagy nem is tudom. A lényeg az, hogy... Jaj, felhívott utána vezetőm, és mondta, hogy jóban ügyes voltam. És jól helytáltam. Meg ügyes voltam, flottul megoldottam a technikai problémát, kiküszöböltem. Jaj! Hát nyilván, tehát tanuló idő, itt még a szerencsétlenkedések sorozata fog következni szerintem, még lesznek biztos problémák.
meg ugye nekünk le van írva egy szamárvezetőnk, van azért, hogy mi alapján haladjunk, vagy bármi, és akkor ugye én próbáltam azt is figyelni, hogy jól csináljam, hogy jól mondjam a dolgokat, hogy ne térjek el úgy kimondottan más irányba, vagy mit tudom én. De hát ugye az sem jó, mert akkor meg annyira azt nézem, meg érted, most le van oda írva, hogy mondjuk ezt a mondatot, ezt mondjam el feltétlenül, vagy valami. És akkor tudod, annyira odafigyelsz, hogy jaj, most akkor fú, ezt nehogy kihagyjam, vagy izé, hogy nem. Tehát ezt gyakorolnom kell még azért többször, gyakorolni, és akkor remélhetőleg egyre ügyesebb leszek. És akkor már nem kell lesz a szamárvezető, meg már nem kell lesz a lista, hogy most akkor mikor, mit kell mondanom, meg melyik után, melyik következik, már csuklóból fogom tudni igazából. Meg is tudnám tartani a tréninget, anélkül is, hogy le van téve a puska, csak nem akarom, hogy nehogy valami olyat, nem tudom, ne mondjak véletlenül, vagy kimaradjon valami olyan mozdanat, ami azért jó, hogyha benne van. Na, mindegy! Túl van tárgyalva. A lényeg az, hogy ragadjon a bélyeg. Jó, gyerekek. Komolyan mondom, hogy ez a pár nap, amit én most itt izgultam ezzel a tréningezéssel kapcsolatban, komolyan mondom, hogy kimerített. De jó kell ez, tehát így fogok fejlődni. Tehát most komfortzónába elücsörögni, elpössedni, ott el lehet. Mert kényelmes, persze, kurvára kényelmes. Nagyon kényelmes, ugye? De ott nincs fejlődés. Tehát a komfortzóna az a hely, ahol ott úgy vagy. És ott nincs fejlődés, ott nincs lehetőség, ott nincs adrenalin, meg egyedek. Ide beengedsz, ugye, jaj, de drága vagy, köszönöm! Úgyhogy igen, kell ez, nagyon kell, és nekem is nagyon-nagyon mély. Fejlődni akarok, tanulni akarok, segíteni akarok, tehát ez annyira nekem való. Mert ugye jó, hogy viszonylag otthon vagyok a digitális világban, viszonylag, de közel se tudok annyit azért, mint a mai fiatalok. Ez a mai fiatalok azért ennél sokkal jobbak, meg sokkal ügyesebbek, mint én vagyok. De igen, te szeretnék én is ügyes lenni, meg fejlődni, meg tanulni, és ez nekem is jó. Meg egy kicsit levetkőzöm a lámpalázamat. Mert egyébként nagyon lámpalázos vagyok, meg voltam most a tréning alatt is, bár ismerősök voltak, fele ismerős volt, fele nem. De tényleg úgy voltam, hogy nagyon lámpalázos voltam. Furcsa, tudom, hogy furcsa, mert hogy itt YouTube-ozok, meg minden az lámpalászosok, ne viccelják már. De igen, tehát itt a telefonommal beszélgetek, nyilván, nem? Tehát itt nincs olyan, hogy látom az arcotokat, látom a reakciótokat, látom azt, hogy mondjuk ez most, hú, ez tetszett ez a beszólás, vagy mondjuk ez nem kellett volna, vagy amit csinálok, vagy bármi. Tehát itt nem látom, ott meg látom. Tehát... Igen, de az, ami egy kicsit olyan... Na, fura. Na, jól van. Bejérkeztem közben a Zsósanbe. És akkor bemegyek a takóba, szétnézek, aztán majd jövök. Viszem ki a rendelést, meg a katalógust. Jaj, olyan szép ez az óra. Annyira gyönyörű, hogy komolyan mondom, ennél szebbet én nem is tudok elképzelni. Tavaly vettem. Ez a Sophie óra az Avontól. Annyira gyönyörű, hogy nem tudom. És ez olyan jó kis nyári egyébként. És valamelyik nap kiúztam a fiókot, megláttam ezt az órát. Ó, mondom, hát ezt nekem fel kéne venni, mert ennek van az időszaka, jó kis nyári óra. Na, megyek. Hello. Hát voltam bent a Zsósanba. A takkóba nem vettem semmit. Hál' Istennek. Nem találtam egész egyszerűen. Nem. Lett volna, de ugye hosszú lyuk voltak leárazva. Én azt hittem, hogy lesznek ilyen pólók is, meg ilyen lazább dolgok. Nem nagyon volt. Tényleg egy pár darab. És leginkább pulcsik voltak. Pulcsit meg annyira nem kívántam.
pulcsit meg annyira nem kívántam venni, mert azok vannak ilyen jó kis tavasz-nyári pulcsiaim, amit tudod így hűvösebb estéken, vagy felvesszük. Úgyhogy bementem a Turiba. A Turiba is szétnéztem egy kicsit. Hát bevittem 4 ruhát, ilyen hosszú ruhát. Az egyik egy átlapolós volt. Az jó lett volna, csak az átlapolás miatt V-nyaka volt, meg kivágása, vagy hogy mondjam. És az átlapolás miatt ugye a dekoltázsa úgy nem akart valahogy nekem egyezni. Úgyhogy úgy annyira nem állt jól valahogy. Tehát nekem nincsen mit beletenni ugye ide elől, tehát nekem az ott nagyon hülyén állt. Úgyhogy azt nem volt. Egy másik, amelyik teljesen újatlan volt, csak itt így itt volt, tudjátok, egy ilyen gumis pánt neki. Abba is cucc kellett volna, mert az meg is volt így középen húzva, és hogy ugye hát abba lehetne tenni a kebleket, ami nincs. Úgyhogy az megint bénán nézett ki rajtam. És egyet elhoztam, ami még, azt mondom, hogy még nem jó, mert egy kicsit még szűk, tehát passzos egy kicsit, tehát nem a legjobb méretben. Viszont nem sok kell, hogy tényleg jó legyen. Úgyhogy ezt elhoztam, mert 1300 forint volt egy hosszú ruha. Nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik. Egy ilyen tavasz vége, nyár eleje. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem. Úgyhogy majd meglátjuk. Remélem, hogy hamar bele. Most majdnem azt mondom, hogy belenövök, de belefogyok. Úgyhogy azt utána bementem a Pepco-ba, mert a gyereknek akarok venni ilyen olyan zoknikat, tudjátok, amilyen titok zokni, hogy nincs neki tudott hosszú szára. És képzeljétek el, hogy harisnyi nadrág volt, vagy 2 gyerekre való, de zokni egy darab sem. Egy darab zokni nem volt. Úgyhogy nem tudtam venni. Alsó nadrágot vettem neki, egy kis boxert, mert azok is olyanok, hogy most nőtt a télen, és igen, egy-kettő már szűkös. Úgyhogy kellett venni belőle, hogy 4 darabot vettem, 2x2-t, 1350 volt darabja, vagyis úgy csomagja. 2 darab volt, 1350. Most megyek tovább, és akkor beadom még a rendelést meg a katalógust. Aztán a zöldségesbe be kéne mennem, és akkor úgy veszem fel a gyereket. Ma már búvár szemüveget is vitt az úszás oktatásra, mert tavaly vettünk neki, mikor, hát hol is voltunk akkor? Szoboszlón, igen. Szoboszlón voltunk, akkor vettünk neki úszó szemüveget. Nem búvár szemüveg, ezt tudjátok, ez a kicsike. Ez a kicsike, tehát nem az a nagy, meg izé, nem. Ez a kicsi. És akkor vettünk neki olyat, és akkor mondta valamelyik nap, hogy van, amelyik gyereken olyan úszó szemüveg van. Hát mondom, fiam, neked is van olyan, hát akkor lehozzuk a tiédet is fentről, és akkor tudsz te is lenni abban, úgymond. De már közben jött egy motoros mögöttem, azt figyeltem, hogy nehogy belém jöjjön a túró. Szóval tegnap este lehoztuk neki a kis búvás szemüveget, és akkor ma már azt is vitte az úszásra. Mondta tegnap az óvó néni, hogy szokott lenni úszótábor, ott is, ahova most úszni-járni tanulnak. Úszni-tanulni járnak. Most ezt itt értitek? Tehát ahova most járnak napi szinten, ott is szoktak táborokat csinálni. És meg is néztem tegnap. És egyébként olcsóbb is, mint ahová beírattam táborban. Na mindjárt közben csak bedobom a rendelést. Jó, egy pillanat. Nem. Úgyhogy megnéztem tegnap azt a tábort,
És egyébként az is jónak tűnik, olcsóbb is, mint ahova beirattam táborba. Viszont ez azért messze van, tehát ez nem tudom mennyi lehet, vagy egy 20-25 perc biztos van autóval az út oda, mert azért ez nem itt van Miskolcom, hanem Szikszón. És hát nem tudom. 7 éves kortól írták, 14 éves korig, és akkor ugyanúgy hétfőtől péntekig van a tábor, és csütörtökön ilyen sátras ott alvós buli van, ami Krisztiának nagyon tetszett, hogy mondtam, hogy ilyen sátor, meg ott alvós, meg egyebek. Na de ez a gyerek még nem aludt tőlünk külön, csak a nagymamájával, tehát azért én még őt nem gondolnám, hogy oda kéne vinni ebbe a táborba. Jó, biztos lehet választani egyébként, vagy szólni, hogy most ő nem alszik ott, csak mondjuk nappal van ott, és akkor ez az ott alvós buli, ez kimarad, de nem. Külön járat viszi őket oda ki, innen begyűjtik itt a Miskolc környéki településekről a gyerekeket, és akkor viszik őket úgy reggelente ki, meg gondolom hozzák őket délután vissza. Kicsit bonyolultabb azért, mint ez, mert itt mondjuk nekünk kell bevinni őket majd Miskolcra, de nem tudom, tehát na mindegy. 100 szónak is egy a vége, úgy jutottunk a férjemmel, hogy nem kell ez még neki, ez még komoly, majd akkor, hogyha a kicsit nagyobb fiú lesz, teszem azt egy 2-3 év múlva, akkor szerintem, ha még lesz erre lehetőség, akkor ezt így meg lehet próbálni, de addig szerintem nem, mert még kicsi ő tényleg, azért 7 éves sincs még, mert majd csak nyáron lesz, ugye július végén, úgyhogy na, nem szeretném még ezt. Na már voltam a zöldségesben is, úgyhogy most már tényleg megyek Krisztián babócimért. 28 van, úgyhogy pont odaérek. Most, hogy az úszás van, egész héten szinte majdnem, hát nem is egy órakor, de ilyen 3-4 körül adták ki őket, úgyhogy annyira nem kések el, meg ezt már annyiszor elmondtam, hogy nem foglalkozok vele már egy ideje. Most meg már folyton leáll a kamerán, és ugye már az előző bejelentkezésemkor is mondtam, hogy valamit kiírt, de nem láttam, nem tudtam elolvasni. Most elolvastam. Hát képzeljétek el, hogy azt írják, hogy a felület túl forró. Tehát valószínűleg, hogy a szélvédőnél van ugye a telefon, így az ablakon keresztül biztos nagyon felmelegszik, vagy nem tudom, a napocskától, és akkor így jelen kioldóként működik, hogy leoldott a saját magát, hogy akkor most ő nem videózik, mert hogy túl meleg az időjárás. Na de be is fejezem, most én ezt a kis részt. A lényeg az, hogy ide értem, és viszem haza a gyereket, nem tudom, hogy fogok-e még bejelentkezni, délután megyünk le a nyaralóba, ott leszünk, nem tudom, hogy fogok-e még bejelentkezni, vagy sem, úgyhogy puszi!